Hoztam ebben a videóban 5 tippet, hogyan használd a ChatGPT-t a cégeden belül. A legelső, amire tudod használni, azok a blog cikkeknek a megírása. De nagyon fontos az, hogy a vállalkozásodnak, a cégednek a weboldalára folyamatosan ír akár cikkeket, ezt írhatod te magyarul, írhatod te szlovákul is, hogyha attól függ, hogy hány nyelvű a weboldalad, de fontos az, hogy legyenek cikkek a weboldalán, legyenek a weboldalon blog cikkek, amik kapcsolnak az adott témához, amivel te foglalkozol, és ezeket igyekez úgy megírni, hogy ezek a SEO szavak, kereső szavak, mint nálunk a hideghívások, lead generálás, bármegyéb ilyen, minél több helyen igyekez, hogy szerepeljen, és ezen keresztül minél többen, hogyha rákeresnek a Google-ba, akkor el fognak téged érni, és plusz tipp hozzá, hogyha készítettél erről már egy videót, vagy van ehhez hasonló videó, de érdemes a te YouTube csatornáról, hogyha van például egy videó, akkor érdemes azt belinkelni az adott blogcikkbe, mert akkor minél több link rá fog mutatni arra az adott cikkre, minél több linket beteszel, annál jobban fog SEO szempontból is működni, annál többen a sima egyszerű keresése a Google-ban meg fogja találni a te weboldalra és ezt a cikket, és azon belül akár ügyfeleid tudnak konvertálni teljesen organikus módon. A másik az a termékleírás, illetve a videóknak a leírása. Szóval, hogyha vannak termékeid, van egy webshopod, akkor ezen keresztül nagyon jó leírásokat tudsz adni. A sima ChatGPT-nek ilyen 2021. szeptemberig vannak információi, és hogyha pedig előfizetsz a havi 20 euróra, a 20 dollárra havonta, akkor ebben az esetben ott már neked legfrissebb adataid lesznek. Sokkal hosszabb szövegeket tud adni, sokkal okosabb, szóval a sima egyszerű chat a verzió az egy ilyen alapiskoláshoz lehet hasonlítani, egy felső tagozatos alapiskoláshoz, viszont hogyha már egy előfizetős verziót használod, ott már egy egyetemi professzor tudásszintjével ér fel a ChatGPT, úgyhogy érdemes akár előfizetni, nekünk nincs előfizetésünk, én annyira sokat nem használom, de azért használom, úgyhogy nincsenek ilyen termékleírásunk, meg ilyenek, de lennének, akkor mindenképp előfizetnék, mert ha van 10 000 termékem, akkor nagyon meg tudja ezt könnyebbíteni, és akár több nyelven ezt meg tudod csinálni. Aztán a harmadik, hogy a hírlevelek írásában is tud segíteni, szóval ha neked van egy hírleveled, vagy még nincsen, de tervezel, akkor nagyon érdemes a ChatGPT-nek akár pár ötletet is kérni tőle, milyen fajta hírleveleket érdemes küldened, vagy milyen címet adja hírleveleidnek, vagy csak simán azt megcsinálni, hogy te például akár felsorolsz neki, nekem is a könyv összefoglalónak van egy olyan része, amik szeretek onnan inspirációt meríteni, illetve vannak olyan részek, amit átírva, átjavítva, de azt a opciót használom, hogyha össze akarom foglalni egy könyvet, amit például a ChatGPT van, például ha írásból teszem, nem a videókban, hanem a írásból, és ez egy nagyon nagy segítség tud számomra is lenni, hogy nagyon jól, nagyon jó szavakkal, magyarosan össze tudja foglalni, hogy olyan felvidékről vagyok, úgyhogy nem annyira tökéletes a megfogalmazásom, viszont ezáltal nagyon jól meg tudja ezt fogalmazni, és nagyon hatékonyan tudod ezt használni, hírlevél formájában is a ChatGPT-t. Aztán negyedik az a árajánlatoknak a lefordítás, vagy bármilyen anyagnak a lefordítása, szóval a ChatGPT nagyon jól működik arra, hogy tudsz fordítani. Én is ezt teszteltem, most fordítottuk le például az árajánlatunkat magyarról angolra, teljes mértékben ChatGPT-vel, és nem volt benne nagyon sok szöveg, tényleg egy durván A4-es oldal, majd még annál is kevesebb, és itt lényegében ezen keresztül nagyon jól lefordította, szóval nem tudnám én is jobban lefordítani, nagyon jól lefordította, persze biztos, hogy lehet rajta még javítani, de az, ami nekünk szolgál, még amilyen ügyfelekkel mi is dolgozunk, egy ilyen angol piacon még nem vagyunk, úgyhogy például, hogy valakinek kell angol ajánlat, mert lehet a tulajdonos az a cégnek lengyel, akkor az most lengyelű tökéletesen meg fogja érteni, mert nem te angol, úgyhogy biztos lehet rajta javítani, de én olyan hibákat nem vettem rajta észre, hogy nagyon-nagyon jól fordít, hogyha például bármilyen árajánlatot, vagy akár termékleírás, bármit akarsz fordítani, tökéletes tud rá lenni. Az ötödik, az pedig a ötletelés, szóval nagyon jó ötletei vannak a ChatGPT-nek, például, hogyha akarsz például milyen videót, milyen címet adjak ennek a videónak, és leírod, hogy mi a videónak a tartalma, akkor például ír le azt a top 10 ötletet, amit számodra szerintem legtöbb lenni, ami a legtöbb kattintást tudna eredményezni. Fontos, hogy minél pontosabban fogalmaz neki. Ez nagyon fontos, hogy ennél is parancsot kell neki adni, mint hogyha egy ilyen promptot, mint hogyha például egy embernek elmondanád, szóval, hogy megkérnéd a kollégádat ezt és ezt csinálja, meg minél pontosabban leírod neki az adott feladatot, annál jobban el fogja végezni a munkát. ChatGPT is ugyanez, bármilyen feladatot adtam eddig neki,
nagyon jól elvégezte. Lehet rajta finomítani, de akkor szoktam, hogy fogalmazd újra, vagy használ például a hírlevélnél szoktam ad, hogy használ emotikonokat, hogy akkor emojikat használjon, és akkor ezen keresztül azt is beírom, és akkor beleteszi a emotikonokat, szóval nagyon jól meg lehet úgy csinálni, hogy úgy fel tudja turbózni neked olyan emotikonokat is betesz, ha már csak abban segít például, hogy helyez egy cikket, vagy bármi egyéb, hogy használjon, vagy én például a blog bejegyzésekre, vagy nem a blog bejegyzésekre, hanem például régebben a Facebook posztokra, amit kirakok például, vagy LinkedIn-re kirakok posztokat, azt mindig azt kézzel szoktam egyedül megérni, és amit elkezdtem használni a ChatGPT-t, az ott tökéletesen jól működik arra, hogy mindig íratok vele arra az adott témára készítettem videót, ez például minden héten kimegy 5 LinkedIn poszt, 5 Facebook poszt, és akkor ezen keresztül, amit kiteszek 5 posztot, annak a szövegéről 90%-et a ChatGPT írja, és néha picit átfogalmazom, belejavítok, de tökéletesen összerakja, és ezáltal nagyon jó ötlete is vannak, hogy milyen címet érdemes adni egy Facebook bejegyzésnek, vagy egy LinkedIn bejegyzésnek, hogy minél több emberhez eljusson, szóval nagyon jól megfogalmazza összetett, és nagyon, akár hogyha rövidre akarod, akkor röviden, ha hosszabbra, akkor hosszabban is megfogalmazza ezt a részt, és például kedvéért Paradi István csinálta, hogy ő például teljes könyvet lényegében például teljes könyvben átment, és például lefordította a fordításot a negyedik ponthoz, hogy például lefordította teljesen németre azt az adott könyvet, magyarról németre, mert ezen keresztül bár a ChatGPT ezt is tudja, szóval le tudja akár több nyelvre fordítani, persze valamit nem úgy fordít, vagy nem úgy, azt át kell javítani, lektorálni kell, de nagyon sok mindenre lehet használni, és remek ötletei vannak, úgyhogy használd bátran, ingyenesen tudsz regisztrálni, és ezen keresztül, hogyha pedig szeretnél a komolyabb verziót használni, akkor 20 dollárért mindössze havonta elő tudsz erre fizetni. Érdemes kipróbálni mind a két verziót, a ingyeneset is, mi is a ingyeneset használjuk. Találkozunk következő videóban is, és írd meg, hogy milyen ChatGPT-s témákból hallanál még szívesen, amiről mindenképpen osztjak meg veletek információkat.